Szepesi Tibor polgármester a Karcag Televízióban a Polgármester Válaszol című műsor vendégeként a lakosság által feltett kérdésekre válaszolt. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere, akivel folytatódik a Polgármester Válaszol című interaktív műsorunk. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és természetesen üdvözlöm a televízió nézőket. A nézők közül nagyon sokakat érdekelt a kérdés, hogy mikorra várható az Akácliget gyógy- és strandfürdő megnyitása, illetőleg a belépéshez szükséges lesz a védettségigazolvány felmutatása. Részleges lesz a fürdő teljes nyitása, hiszen kb. Egy hét múlva érünk arra a fokra, ugye itt különböző jogszabályoknak kell megfelelni, vízmintát kell produkálni, azt meg kell várni az eredményét, tehát várhatóan egy hét múlva, tehát 15-én nyílik az Uszoda tér és a hozzá kapcsolódó medencék, és a legvégén majd várhatóan pünkösd hétvégéjére természetesen a gyermekmedencét is mindenképpen szeretnénk megnyitni, tehát egy heti eltolással az összes látogatható medence meg fog nyílni a fürdőben. Védettségigazolvány tekintetében? Természetesen a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnünk, ami ugye azt jelenti, hogy a védettségi igazolványal rendelkezők látogathatják a fürdő teljes komplexumát. Ez független attól, hogy éppen melyik medence fog megnyitni. Ezt ellenőrizni fogják a fürdőben dolgozó kollégák, tehát a védettségi igazolvány és a hozzá kapcsolódó személyi igazolvánnyal együtt lehet majd belépni a komplexumba. Ami fontos, abban döntött önkormányzatunk, hogy a 2020-ban megvásárolt bérletek ebben az évben teljes egészében felhasználhatóak, tehát aki tavalyi évben rendelkezett bérlettel, az ebben az évben azzal a bérlettel egész évben látogathatja a fürdőt. A gyógyászati részleg megnyitásáról mit tudunk mondani? Ugye a gyógyászati részleget azt már januárban megnyitottuk, természetesen a jogszabályi megfeleléseknek eleget téve azok a részek működtek, amelyek ezt lehetővé tették. Ugye teljes egészében meg fog nyitni, ugye receptre, felírással lehet ezeket elsősorban igénybe venni. Egyetlen egy része az, ami a mostani jogszabályok miatt különlegesen fontos, ez ugye a gyógymedencés ellátások. Ezt az ellátást védettségigazolvánnyal lehet igénybe venni, a többi természetesen pedig úgy, ahogy az előző hetekben is lehetett használni, tehát orvosi előírásra természetesen fogadunk vendégeket, ahogy eddig is. Kedves nézőink, a továbbiakban is várjuk kérdéseiket a karcagtv.kérdések@gmail.com e-mail címre.